Csongvári Miklós, aki sportolói múltja, magatartása számunkra teljes mértékben elfogadható és méltó arra, hogy felkérjük és kinevezzük, miután azért már megbeszéltük ezt vele, Trudeau nagykövetünknek, és én azt hiszem, hogy Miklósnál ez az oklevél, amit átadunk, méltó helyre kerül, hiszen nagyon sok rendezvényünkön, versenyünkön most már részt vett évek óta. Legutoljára az edzőtáborban is ott volt, és jó szaktanácsokkal, tanácsokkal látta el versenyzőinket, hogy hogy lehet felkészülni egy nagy világversenyre, de Miklóst is megizasztották a versenyzőink kérdéseikkel. Független attól, hogy ő meg nagyon sietett, de minden időt feláldozott, hiszen egy nagy koncerten ment, de nem hagyta ott a csapatot, és minden kérdésre válaszolt. Én azt hiszem, hogy köszönjük Miklósnak is azt a tevékenységet, amit a Speciális Olimpia Szövetség sportoló érdekében eddig kifejtett, és a jövőben is ki fog fejteni. És egyben kívánjuk neki, mi most fogunk utazni egy pár nap múlva Los Angelesbe, Miklós pedig majd jövőre Rióba, és várjon valóra az az álma, hogy az az ezüstérem fényesedjen, és egy nagy aranyérem legyen, és azt kívánom, hogy amikor a legjelesebb küzdelem, legnehezebb küzdelem van, akkor gondoljon a mi speciális olimpikonunkra, akár a Misura, hogy ez erőt adjon neki arra, hogy az ellenfelét ott le tudja győzni, és megszerezze azt a állított aranyérmet Rióba. Ehhez kívánunk neked sok sikert, csak engedd meg át, hogy nagy szeretettel átadjam az oklevelet.